Kiosko. Hallod? Igen. Az lenne a kérdésem, hogy van itt valaki, aki űrlövösnek készült gyerekkorában? És feltalálónak? Nem is így jelent, én feltaláló akartam lenni. Eléggé jó zsíve kezdődben a karrierem. 11 éves koromra feljutottam a csúcsra. Ez itt a tervezünk tárgyakat. És épp a papam fúrom, és nem múlik a szemembe az anyag, mert hogy egy töltsét hoztam a fúrófélben. Azért vagyok nagyon büszke erre, mert megelőztem Tom Kettet, kb. 5 perccel korábban szerepeltem a tévében, mint ő. És az innen már csak lefelé volt. De akkor ugye, mivel nagyon jó gyerek voltam, ezért így nem hallgattam a bölcsebbekre, hanem a magam kárán akartam megtapasztalni a dolgokat. Ugye ismeritek ezt az arra mantrát, hogy az ötlet semmi, a megvalósítás minden, és hát azt is láthatjuk itt, hogy azért a startup az valójában feltalálásnak, így a modern változat, egy ilyen intézményesített változat, aztán az. És erre akkor jöttem rá, amikor, és hát nagyon keserű volt ez a ráéredés, amikor nem én csináltam meg a vazét. És az igazság az, hogy nem egyedül nem csináltam meg, hanem ez a barátom csak a képapjánatban jött be, ővel együtt nem csináltuk meg, csak neki sokkal könnyebb, nem akart feltalálni lenni. Úgyhogy az Innocentive az egy megváltás volt így számomra. Arról szól az Innocentive, hogy ha a cégeknek van valami problémájuk, amit értenek megoldani, akkor elmehetnek ide, és kiírhatnak egy pályázatot, aminek egy fix díjazása van. Sok ember küld be megoldásokat, és akkor azokból néhányat díjaznak, szétosztják ezt az összdíjazást, a többi nem kapok semmi. Kétféle pályázat van, az egyik az ideation, amikor tényleg csak egy ötlet kell, mint elég egy féloldalas dokumentumot beadni, azt az ember nyerjen, meg van a teoretikál, amikor meg egy kicsit hosszabban kell kidolgozni, de megcsinálni, akkor se kell semmit, tehát továbbra is csak gondolkodni kell. Ez a challenge, ez arról szól, hogy a csatornavállalat szeretné előrejelezni azt, hogy mikor lesz dugulás, vagy legalább időbe észrevenni, mert még abban se túljuk. Persze segítenek abban, tehát nem kell, hogy csatorna mérnökök legyünk ahhoz, hogy hozzá tudjunk szólni, segítenek abban, hogy néz ki egy dugulás, az meg ott egy csatorna fedél. És arról is mesélnek egy keveset, hogy milyen megoldások vannak most. Az a baj mindegyikkel, hogy nagyon drága. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy van a kutyának egy ilyen ugráló műanyag, ami magától megy, egy villanymotor hajtja, és így tud itt pattogni. És minden, hogyha bedobnánk a csatornába, és megnéznénk, hogy a túloldalon ki jön. És akkor ez ugye ez oda lett, és ezt persze jó ki is dolgoztam, hogy akkor hogyan lehet meghatározni a helyét, ahol elakad, mert ugye, hogyha egy ilyen kezdődő dugulás neki megy, akkor azon majd nem tud esetleg átmenni, vagy legalábbis ezt reméljük, amikor éppen nem magas a vízállás. Szóval jól kidolgoztam minden, sőt még arra is gondoltam, hogy tőle okosítani ezt a labdát, és akkor magától tudna szaladni, vagy úszni, mint egy patkány, amit a tornába bedobjuk, és akkor ő megpróbálja megtalálni a irányt, és akar haladni, és útközben gyűjt az adatokat is. Úgyhogy egy egész hetet dolgoztam azon, hogy ezt így szépen leírjam, és a végén egy 14 oldalas dokumentumot adtam be, aminek meg is lett az eredményem, én nyertem, és hát ez a mondat volt az, amit sikerült a zsűrinek írni, hogy nagyon tetszik neki, a gondolat. Ami tök jó, amit is nyertem. Csak a kérdés az, hogy érdemes volt akkor nekem 5 napot ezzel foglalkozom, mert 5 elég leírni ezt az egy mondatot ahhoz, hogy nyerje. Ezt nem tudom pontosan. Én örülök, hogy így csináltam, de nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb. Ugye van az az eset, hogy az ember úgy érzi, hogy van valami probléma, amiben belefutok, és ezt nem lehet megoldani. És akkor itt a dokumentumban leírom, hogy van itt ez a fal, ez egy limitáció, amit én próbáltam balról is megkerülni, meg jobbról is megkerülni, és nem sikerült. És akkor nincs értelme persze ezt leírni, hanem ott kínlódok, így jobbra-balra táncolok, mint itt a színpadon most, és akkor ugye kínomban mondjuk elmegyek a rökire, és ott ugye mindig ott jönnek a legjobb gondolatok, meg csak beugrik a jobb fát, át lehet mászni ezen a falon. Szóval emiatt én úgy gondolom, hogy érdemes beletenni az energiát, mert a végén jobb is, ez a meggyőzőbben tudjuk előadni a dolgokat, akkor is csak egyetlen egy mondatot kellene írni a végén. Akkor még erre is mondta lányom, hogy ide kitérjek, hogy a végén, tehát hogyha valamit így az ember kitalál, akkor iszonyú készítést érez, hogy akkor ezt most megcsinálja. Az egyik az ez volt, hogy most jó lenne azon, hogy ezt meg is csináljam, és akkor most nem erről van szó, hanem szerettem volna egy ilyen labdát, amelyik így szalad így melletted, és akkor programozni lehetne, és ezeket ilyen
társlabda, és ez már létezik szerencsére, nem kellett volna megcsinálni, mert már létezik, ez csak akkor tudtam meg, mikor már beadtam a pályázatot, és utána lelkesedtem, hogy jó, kéne egy ilyet csinálni. Szóval ezt nem csináltam meg, ezt semmit csináltam, mert nem csinálni. És akkor itt vannak a számok, hogy biztos érdekel, hogy mennyit lehet ezzel nyerni. Ezek nagyon jó számok, hogyha az ember jól néz rájuk. Hogyha megélhetésként akarunk erre tekinteni, akkor azért én elosztanám ezeket mondjuk 5-tel körülbelül, mert szerintem szerencsém volt. Ha nem lett volna szerencsém, akkor nem lennék most itt. Tehát, hogy van ez a survivorship bias de az egészben. Másrészt meg ugye az is van, hogy mivel ritkán jön a nyeremény, és véletlenszerű, ezért, hogyha ebből akarunk megélni, akkor azért ez egy rizikós dolog, és nehéz megbecsülni is azt, hogy mennyi a hogy egyáltalán megélünk-e belőle. Tehát, hogy nehezen veszük észre majd, hogyha nem sikerült megélni, mert hosszú időt el sok mindent tettünk bele, mert lehet, hogy csak nem volt szerencsénk, azt nem nyertünk. Szóval az egész úgy gondolom, hogy egy hobbira, amelyik nehogy nem költséges, hanem hogy még hoz pénz. És ezt így ezért is vagyok most itt, hogy ezt elmondjam nektek, hogy próbálkozzatok ti is ezzel a hobbival, mert megéri, nem csak sok öröm van benne, hanem még ez szépen nem akartam mondani. Hát a feladattól is tehet, hogy el kéne mondanom. Ha megy két mondatban. A feladat az volt, hogy jön a 5G, és ahogy a 4G is, amikor bejött, nem tudták, hogy mire lesz ez jó, még igazából a 3G is tök jó volt mindennek a csinálni. Az 5G azért nem tud bejönni, mert nem tudják, hogy mire lesz jó. Most 4K-s videót annyira nem akarunk streamelni mobilon. És akkor ez volt a kérdés, hogy mire lehet használni, tehát csak ötletet lehet küldeni, és én azt láttam ki, hogy azt jósoltam meg tulajdonképpen, hogy el fognak vékonyodni a device-ok. Tehát, hogy a számítókapacitása fölmegy majd a cloudba, és a kezedben, amikor egy ilyen számítógépet lesz, egy ilyen mutat is kliens lesz. Tehát, hogy tényleg eljön az ideje a thin device-oknak, a thin klienseknek. Amikor kinyitod, akkor csatlakozik, mert már elég gyors az 5G ahhoz. És azzal indokoltam meg, hogy az információ mennyiség, amit be tudsz fogadni, mint ember, az véges. És ezért, hogy egyre gyorsabb a hálózat egy idő után, már okosabb lesz földolgozni, a cloudban feldolgozni, és csak a kimenetet elküldeni hozzá. Ahogy ez egyébként történik is, ugye most, ahogy a VR-be jön, meg a mesterséges intelligenciánál is ilyet van tulajdonképpen, hogy egyre inkább kimenetet van, mint a számítás igényesen. Igen? Mekkora eséllyel keresik meg ezután az embert a cégét? Hát most azt mondom, hogy zéro, akkor valószínűleg nem mondok igazat, engem még nem kerestek meg. Tehát mindig van ilyen kitétel, hogy akarok-e egyébként, vagy hogy nyilatkozok arról, hogy szeretnék velük együtt dolgozni, hogyha erre kérdezem, és akkor, és aztán talán nem... Te egy vadász vagy, bárki, rájön meg, hogy te okos gyerek vagy. Ja, hát még ez sem fordult elő, de ha hirdetném magamat, lehet. Mit csinálsz amúgy, és miről szól ez a kitétel? Ja, igen, akkor félreértettem a kérdést, hogy mindig a kiírásban szerepel az, hogy én nyilatkozok arra, hogy hajlandó vagyok együtt dolgozni velük a megvalósításon. Mm-hmm. Ez egyébként egy programozó vagyok. Ja. És ilyenkor azt mondta, hogy igen, de még nem mondom, hogy igen, egyébként nem értek el az egészhez, és még sosem mondták azt, hogy akkor légy szíves. Igen. És lehet folytatás egyébként ezeknek a dolgok? Tehát hogy tudsz arról, hogy megosztották? Ne, azt se tudom, hogy ki van a másik oldalon. Mert ennél pont ennek a kivetítem, ez az egy, amelyiknél tudom, hogy ki a megrendelő, mert ők valahogy nyilvánossá tették, de legtöbbször nem lehet tudni, hogy senki a megrendelő, és nem tudok semmit a további jól sem. Tehát azért pénzdíjas ötlet pályázott, aminél aztán az tökre távol vagy attól, hogy mi csinálunk. Igen, fogalm, és általában egyébként nem is kell lemondanom a jogokról, tehát én is megcsinálom. Akkor nekik arról kell nyilatkozni, hogy ők használhatják. Igen. De úgy általában, vagy pedig? Változnak a feltétel, de általában nem van. Általában nem kell mondani. De akkor még nem tűnt azt a csatornára, de ezt a nem, mert lemondtam volna. Nehéz volt, de lemondtam. És egy-egy ilyen feladatra mennyien startolnak rá? Ez is eléggé változik. Ugye itt, ami ki van betítve, az a szám az nem teljesen igaz, hogy 270 valahányom 200, ez a 269 dolog, akik aláírták azt a titoktartási dolgot. Tehát annyi nem érkezik be. Szerintem egy olyan 70-80 darab, egyszer megtudtam, hogy ne oda 70 érkezett be, ahol nyertem, de ahol többet díjadnak. Tehát körülbelül olyan 20-ból egyet szerintem díjadnak. Az én átlagom nagyon jó, de
De ugye a befektetett munka is sokkal több szerintem, mint az átlag. Te ismersz személyesen olyat, aki még szolgál az én a szentégnél? Nem. Sure. Köszönöm szépen.